Sziasztok, daráljunk! Ma egy új módszert fogunk kipróbálni, élesben fogom fölvenni a hangot, tehát nem utólag elmesélem, hogy mit csináltam a pályán, hanem élesben, ahogy végigjátszom. Erre azért van szükség, mert nincs sok időm, és szeretném meggyorsítani a felvétel dolgot, így ugye egyszerre megy a kép is, meg a hang is, tehát gyorsabban megvan. Sőt, sokkal gyorsabban. Most nem mondom, de időnként elég sokat el tudok szöszölni a hanggal. Így valamit nyerünk is, meg veszítünk is, nem lesz annyira átgondolt, ugye, nem, teljesen más, hogy beszél a pályáról az ember már az elején, ha tudja, mi a vége, meg ha nem, tehát ugyanakkor meg ugye így ott lesznek az első reakciók, tehát mondom, valamit nyerünk is, meg veszítünk is, hát meglátjuk, így első körben kipróbáljuk, oké. Akkor nem is húzom az időt, és gyorsan lepuskázom, hogy ezt a pályát Dave 016 és Gera 011 készítette, és az a címe, hogy Rablás. Oké, térképet is kaptam, gondolom hamarosan felhívják rá a figyelmemet. Akkor indulás. Kicsit önnézésem van, mint az egyperceseknél, ott volt ilyen, hogy élesbe vettem föl. Nyomás. Kezdőszoba. Oké. Lássuk, mit mond. Elefes csapat, ők egy csapat. A csatornánk jelenleg Minecraft és egyéb tessék, ezt például tökre kivágtam volna. És más egyéb játékokkal foglalkozik, azonban Minecraft kisfilmeket is gyakran csinálunk. Az Elefes csapatra kattintva nyithatod meg a csatornánkat. Ez az első projektem Gerával, aki egyébként ez szintén Elefes csapattag. Ha bármilyen hibát találsz a pályán, kérek jelezd a következő e-mail címen. Ohoho, csak bírjátok azt a levéláradatot. Oké. És Gera mit mond nekünk? Reméljük tetszeni fog a pályánk és öröm lesz vele játszani, meg a csatornánkat nézni. Ugyanis próbálunk minél jobbak lenni és minőségi munkát végezni. Sokat dolgozunk a projektekkel, reméljük a munka gyümölcse, a több feliratkozó megtekintés és lájkok lesznek. Én is. Azt mondja, üdvözlő. Még azután üdvözlő is van. Üdvözlünk a Rablás című pályánkon. Ja, egyébként eddig plusz pont, hogy így színezte, így áttekinthetőbb a szöveg. Ja, az nem tudom mennyi lesz, meg most itt mennyinél tartok. Lehet, hogy programot kéne ráírni. Mindegy, elkalandoztam. Üdvözlünk a Rablás című pályánkon. A pálya mellé járt egy térkép, amit használj egészséggel. Ha nem tudod, hova kell menni? Gyorsan meg is nézzük azt a térképet. Aha, tök jó, minden le van írva. Egy kicsit illúzió romboló, hogy ott a vas részt ott látszik két oldalt. Ezt én úgy levágtam volna. De oké. Menü. Igen, szabályok. Kaland Adventure módban játsz. Beállítva. Ne kraftolj, ne rombolj és ne építs a pályán. Hát úgy nem is tudnék. Spawn point kívül más társakat és parancsokat ne használj, könnyű nehézség fokozaton játsz, az is beállítva, és ja, tényleg beállítva. Történet. Te egy igazi bűnöző veterán vagy, aki szinte már mindent megjárt, amit egy veteránnak meg kell járnia. Az igen. Már rég visszavonultál a bűnözéstől, de egy ja, hogy úgy bűnöző veterán, hogy már nem bűnözök. Aha. Azt hittem egy katona, egy veterán, aki úgy döntött, hogy bűnöző. Szóval, de egy napon egy régi barátot felkeres az ügyben. Ja, az ügyben... Oké. Felkeres az ügyben, hogy van egy terve a Nemzeti Bank kirablására. Easter eggs. A pályán tömérdek mennyiségű easter egg van, amiket természetesen meg tudsz keresni a pálya végjátszása során, vagy a pálya végjátszása után. Ja. New Santos City. Azt mondja, menj, nézd meg a postaládádat. Na, ezek is a postával üzennek. Általában a kalandpályákon szokott így kezdődni ugye a pálya. Nézd meg a postaládádat. Így szokott kezdődni a pályán a pálya. Na, ó, persze, ti ezeken jót fogtok mulatni, hogy össze-vissza beszélek, de egyébként ezt normális esetben ugye kivágja az ember. TV kikapcsolása. TV bekapcsolása. Ja, várjál, kikapcsolása volt, oké. Van itt láda is. A plafonon lehet bekapcsolni a villanyt. Ez gondolom a garázs, de miért lyukas az ajtó?
Zárva van a saját ládám. Oké, kint vagyunk. Egész jó város, csak kicsit valahogy üres. A fák hiányoznak, igen. Nézzük a postaládát. És tényleg van benne egy levél. Chaskot, kérlek, gyere át hozzám. Oké. Ez a levél George-tól jött. Azt meg honnan tudod? Nincs is ráírva, hogy kitől jött. Szóval. Ez a levél George-tól jött, a régi társamtól fölismertem a kézírását. Azt írja, hogy menjek el hozzá. Menj el George-hoz, a Herman utca 3-ban lakik. Én vagyok a Herman utca 2-ben, tehát itt valahol szemben, mondjuk. Öreg negyed, Herman utca. Herman utca 1, akkor ez lesz. Ting, ting, ting. Herman utca 3. Jó, de sok számla. Oké, poén. Szia, George! És tavassal kezdjem? A harmadik küldetés. Megnyomlak téged. Mehetett volna George-ra is egyébként, és akkor tényleg vele beszélünk. Csak egy ötlet. Szevasz, Scott! A régi társam... Ez most... Ja, George mondja. Oké, megzavarodtam. Oké, helyben vagyok. Tehát George mondja. Szevasz, Scott, a régi társam. Kiköszön így. Igaz, hogy közel lakunk, de sajnos rég beszéltünk, mert utáljuk egymást. Oké, abba hagyom, nem fogom kiegészíteni a szöveget. Akkor arról lenne szó, hogyha megvalósítanánk tervemet, megcsillogtathatnánk veterántudásunkat. És mi lenne az? Kirabolni a Nemzeti Bankot. Hát én már más útra tértem, és szerintem nem igazán menne. Semmi baj, újra feleleveníthetnénk. Ezek a hosszú szavak, az emlékeket, és biztos, hogy megjönne a kedved. Lehet, főleg ha te mondod, az igen, nagyon határozott karakter vagyok. Ez a beszéd. Menjél a városi lövöldébe. Hát, itt kint teszek térkép segítségét. Én a térkép vagyok. Én a térkép vagyok. Itt van, én Scott, ez a George háza, aha. Így, erre. Jó. Két sorompon kell átmenni. Vagy miért van sorompó, vagy nem, ez csak a belső sorompó. Kereszt utca. Fú, sok de állatul néz ki. Hehe, ezt tetszik. És emberekkel lehet beszélni? Ugyan bőbőr! Térköz utca. Szép. Városi lövölde. Negyedik küldetés. És már, jaj, itt van George. Jó, legalább a küldetés elválasztjam. Érdemes sortörést használni. Na most, hogy itt vagyunk, szerintem menj is le a lövöldébe és gyakorolj egy kicsit. Te nem jössz? Nem gyakorolj csak. Nem, gyakorolj csak. Én még nem felejtettem el, hogy kell. Én se te... Mi? Ne íratok csúnyán. Menj le a lövöldébe és addig lőj célba, míg George nem mondja, hogy elég. És innen kell vennem fegyvert, vagy ott kapok lift. Aha. Jó. Nem, ott kapok. Azt még nagyon is eltalálja, nem nagy dolog. Oké. Köszönöm az ingyen sértegetést. Szép. Gyerünk, jöhet a következő. Ez az mehetsz a második fülkébe. Ó, ez már nehéz. Ez az. Végre eltalált egyet normálisan. Nem mondod, az utolsót rontam el. Király. Menj el a házadba és keress egy ásót. És ezek most itt a végtelenségig mozogni fognak? Ez eddig tök jó volt, hogy csak akkor indult. Vagy nem akkor indult el? Nem tudom. Azt hiszem elején nem mentek még. Na mindegy, jó, menjünk. Ez mi kulcs? Ez nyitja a garázsban a ládámat. Minek ásó? Most alulról fogunk beásni? Oké, csak valahogy ideig senki sem mondta. Mindenkinek megnézem a postaládáját? Mindenki is kapott számlát. Jee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 
a Herman utca végében, nehogy így. Herman utca végében. Térkép! Bezártam. Oké. Herman utca. Utcákat nem ír. Nem baj, csalok, nézem, hol van homok. Ott. Aha. Vagyis megint bezártam. Gyere vissza. Tehát én itt vagyok. És oda. Végig kell mennem az utcán. Az ott micsoda az épület. Nagyon gyanúsan néz ki a teteje. Craft? Craft shop. Ha. Na hát ez egy nagyon szép homokozó. És itt van elásva a régi fegyverem. Jól emlékszem? Aha. Miért ástam el ide? Ja, hát mit is gondoltam? Biztos, hogy a nagy tembalat lesz valahol. És igen. Jó. 3x3, 2x3, 1x3, aha. Jó, a jó öreg fegyverem, el is viszem a barkácsboltba, hogy rakják össze nekem, menni a barkácsboltba. Az biztos a crafting shop. Ez egy játszótér. Hihi. Jó, hát kijátszottam magam. Ez meg a 14. küldetés. Ó, ez még arrébb van. Ó, bolt megint mentem. Mi ez? Kosárlabdapálya. Kerül nem tudom fölvenni. Ideig hallom, még mindig mennek a dugattyúk. Mask shop. Craft shop. És most nyílt ki az ajtó, mi? Komoly. Üdv a boltomban. Szevasz. Nem tudom, hanyadiknál tartok. Igen, ide nem írja ki. Megszámolni nem fogom. És nincs rám semmi, ami írja. Hát jó, gondolom, hogy ez a következő, ha ide jöttem. Dobáld be megfelelő töltsérekbe a fegyverdarabokat. 3x3, 3x2, 3x1. És kaptam egy kardot, de... Hát végül is van rajta leírás, tehát azt nem tudtam volna kikraftolni. Azt mondja, menj haza aludni, és másnap találkozz George-al. Lépj rá az ágyad előtt lévő nyomólapra az alvás szimulációhoz. Na, azt hiszem, hazamegyek, és holnap akkor találkozok George-al. Aha, itt a nyomólap, hát akkor alvás szimuláció. Hát, aha. És akkor hirtelen reggel lett. Ezeket tudom. Nem csinálok semmit. Jó, George. Hát most olyan otthon van. Mindig a harmadik küldetés. Jó, menjek Georgehoz, de... George most hol lesz? Mindjárt a banknál. Jó, hát ez egy kicsit úgy hiányos. Nem mondta meg, hogy hová menjek Georgehoz. Kaján viszont nincs. Akkor megnézzük a banknál. Azt hiszem 8. küldetésem. Bank. Aha. Jó. Jaj, nem mondta, hogy megint bezártam a térképet. Jó. Nyomás. Lehet, hogy nem sprint... Ja, tényleg a food shop. Ha nem sprintelnék, akkor nem fogyna annyira. Jéééé, ingyen kaja. Na. Igen, és azt hiszem enni kellett lefordulni. Vagy felfordulni. Ja, igen, láttam is ezt a pénzes. De ez 14. Fú, igen, kár, hogy nem kaptam semmit. Ez 7. küldetés, akkor... Akkor a 8. jön tényleg. De hol a rákban van George? Oké, egy kis kutakodás után rájöttem, hogy hát elfelejtettem, hogy George 2 küldetés előtte, vagy 3-mal mondta, hogy találkozunk a sétáló utcában. Hát igen. Most mit mondjak, nem vagyok a toppon. Na, közül idejöttem a sétáló utcához. Én
Szerintem az elfért volna ott egy emlékeztetés, tudod, a sétáló utcában. Mert hát egyébként simán elfelejtem. Nem tudom, mindenki így van vele. Én igen. 9. küldetés, de nem volt 8. Na mindegy. Na csá, csá. Szóval ma elmegyünk a jó öreg bázisra, ahol elkezdünk tervezgetni. Oké. Menj el a bázisra, a Herman utcáért. Édes Istenem. Oké. Tehát megbeszéltem George-al, hogy találkozunk valahol, és ott megbeszéltük, hogy menjünk máshova. Miért nem mindjárt a máshová találkoztunk? Tehát miért nem mindjárt a bázison találkoztunk? Ilyen utca 7. Menjek le a pincébe. És nem. Tedik makett. Makett is van. Ez poén. Nyom a gombot és a katona TNT. Ja, jesszus, jesszus Mária. És kaptam közben valamit egyébként, azt láttam. Na, melyik gomb az? Láda kulcsát. Oké. Ezt a... Jó, itt kezdődik. Na végre, hogy itt vagy, a terv a következő. Én bemegyek a bankba, és az összes kamerát kilövöm, amíg te elhelyezed a TNT-ket a bank alatt lévő csatornába. Nem fog esetleg valakit zavarni az, hogy ő lövöldözik egy bankban? Oké. Okay. Ha ezzel meg vagy, feljössz hozzám, és feltúrod a széfeket. Fogjuk a pénzt, felrobbantjuk a TNT-t, amíg pont a bank előtt lévő út alatt lesznek, és lelépünk. Ezen gondolkodnom kell, de komolyan. Várjál, tehát a bank alatti csatornába elhelyezem a TNT-ket. Följövök, feltúrom a széfeket, és csak utána robbantjuk fel a TNT-t a bank előtti út alatt. Miért? És honnan lesz TNT-k? Pontosan ez lesz a következő feladatot, ha menj a TNT-boltba, és lopják körülbelül 64 TNT-t. És miért raboljam ez a körülbelül 64? Jó, oké. Okay. És miért raboljam ki? Nem lenne egyszerűbb, hogyha csak vennénk? Nem. Ugyanis egy darab TNT ára jelenleg $4000 fölött van. Há, most már értem. És hogyan törjek be? Az nagyon egyszerű. Annyi az egész, hogy a bolt előtt lévő csatornába bemászol, és a vécén pedig kimászol. Tök természetes. Rohadj meg. Hogyan nyissam fel a csatorna tetejét? Feszítővassal. És hogyan szerezzek feszítővasat? A ház pincéjéből tessék itt egy kulcs, ez az összes ládát nyitja. És mikor raboljam ki? Amint megvan a feszítővas. Mi? Fényes nappal? Vasárnap van, ilyenkor zárva van. Keres egy feszítővasat a ház pincéjében, ha megvan, hozd ide a TNT-t és dobd bele a tölcsérbe. Oké. Okay. Pff. Feszítővas. Oké, okay, két feszítővasom is van. Azt mondja, menj és rabold ki a TNT boltot, a karokat rakd a shooterre. Jó. Hol van ez a TNT bolt? Ott. Jó, messze innen. Ez a rablás nekem nagyon nem logikus. Minek robbangassunk TNT-vel? A bejutáshoz oké, de ha bemegyünk, lelőjük a kamerákat, elviszük a pénzt, az szevasz, nem? Minek utána még felrobbantani az utcát? Hát én nem túl okos karaktert játszom, így a bolt előtt. Oké, bemászok. Hol van? Hoppácska. Ja, van létre, oké. És azt mondja, betörés oktató, hoppá. A TNT boltban fanyomólapok lesznek, ezek jelzik a kamerák látótávolságát. Ha rálépsz egyre, akkor visszateleportál a bolt elejére, vagyis elrontottad a küldetést, azonban újra kezdheted. Oké, főnök. Na, engedj már el, megfogott a növény, meg a víz.
Nem. Itt láthatatlan fal van. Akkor erre kell menni. Ja, hogy ússzak föl a WC-n. Persze, persze. Szerencsé, hogy ilyen tiszta, és nem muszkálnak itt darabok. Aha. Ez is el fog teleportálni? Ez nem egész blokk, ez nem továbbítja a jelet, próbálj ki. És tényleg. Oh. Ez konkrét. Jó, hát akkor itt kell ugrani egy nagyot. Ez is egy WC. Jaj. Na még egyet. De mi nem lát a kamera? Én látok. Én látom a kamerát innen. Hú. Yeah. Ez vajon kell? Mindegy, visszakegyük. Ebből is vissza kamarit vagyok. És TNT. És most már észrevett a kamera. Ha. Úgy kellett volna, hogy ilyenkor elveszi a tárgyakat. De szerencsére nem. Menjek vissza és az adagolóba rakjam. Na de hol van az az adagoló? Ez tényleg ad tárgyat? És tényleg ad tárgyat. Ha, most már nem vagyok mesztelen csóvusát. Aha, itt van. Ide dobd a TNT-t. Puty. Szép volt. Ide dobd a maszkot. Hopp. Most pedig menj a maszkboltba és vegyél magadnak egy maszkot. Rendben, menj a maszkboltba és vegyél egy... Ja, hogy azt leírta. Az volt a maszkshop. Maszkshop. Szevasz. Üdv, én vagyok a maszkárus. Hát akkor már... Láda kulcsa? Nem, ez a kulcs volt, ez a láda kulcsa. Hát nem. Oké, egy volt elérhető. És ezek után beszól, hogy miért pont ezt választottam. De bedobtam, na. Igen. Na most, hogy megvan a maszk, is már csak várnunk kell az éjszakára. Rendben van, akkor szerintem én lefekszem aludni, aztán majd találkozunk. Oké. De csak a bank előtt találkozzunk. De csak a bank előtt találkozzunk, viszont mielőtt eljönnél a bank elé, itt a házban van pár cucc, ami jól jöhet. Rendben, hányan menjek a bank elé, 9 órára feküdj aludni ebben a házban. Jó. Talán itt volt egy... Igen. Menj a bankra és találkozz George-al. Puff. Bankó utca. Komolyan. Bankó utca. Oké. És ez milyen utca? Ez üres utca. Na jó, hogy itt vagy. Na, jó, hogy itt vagy. Nem tudom, hogy kéne mondani. A csatorna bejárata a banktól balra van. És nincs zárva? De igen, tessék, itt van egy feszítő vas. Ja, és TNT. Én mindenre gondoltam. Menj a csatornába és helyezd el a TNT-t. Azt mondta balra. Bank. Ja, hogy ez az eleje, akkor erre. Hát ez egy csatornának néz ki. Most ledövi a kamerákat, úgyhogy itt elvileg nem kell még kerülgetni. Barrier, oké. Okay. Aha, ide dobjam a TNT-t. Ja, mit beszélek, csak a TNT-t kell leraknom, mit kamerázok itt. Vedd fel a maszkot és úsz fel a bankba a WC-n. És tényleg nálam van a maszk. Nagyon hajlékonyak lehetünk, ha egy WC-ben elférünk. Mondjuk ezt választom, ez tisztábbnak tűnik.
Ki jaj? Jaj. Őrző. Mit így őrző? Oké. Egy táska. Ott vannak a széfek. Nézzük a küldetést. Ne merjetek megmozdulni, ne bántjanak. Fogd be a pofád és nem lesz bajod. de félelmetesen mondom. Azt mondja, hey G, elhelyeztem a TNT-t és most. Tessék itt egy fúró S. Menj és fúrd fel a széfeket, majd a pénzt rakd a széfek ajtója előtti táskába. Fúrógép. Egy... A fúrógép egy hopper. Jaj, még egy őrző. Jaj, még két őrző. Ó, hát ez is simán megy nekem. A másik oldalon is biztos lesznek. Mindig bepakolom. Ja, ennyi. Gyere, G, megvan a pénz. Jövök, meneküljetek el a csatornán keresztül. Ha. Mi az emeleten? Akkor gondolom azért kellett lerobbantani, vagy kell lerobbantani a bank előtti részt, hogy a rendőrök ne tudjanak utánunk jönni. Vagy nem tudom. Ez túl magasan van, nem érem el. Ja, hogy menjek tovább. Hát persze. Mit is gondoltam. Na most, hogy kijutottunk. Ki? Honnan? Ó. Repülőgép. El kell mennünk az országból. Rendben van, tűnjünk el innen. Nem hiszem el, hogy sikerült. Hát barátom, pedig sikerült. Oké. Na hát, én is itt vagyok. A többiek nem érdekesek. Jó. És most ennyi? Megyünk el az országból este? Nem tudom, most van-e valami időzítő. Nem írta, hogy itt a vége. Jó éjszakát, gyerekek. Jó, szerintem már bőven türelmi időn kívül vagyunk. Eddig vártam, úgy látszik ez a pálya vége. Elég elbizonytalanító, hogy nincs ott, hogy köszönöm, hogy végigjátszottad, meg ilyesmi. Jó, még vártam egy darabig, semmi, úgyhogy szerintem ez a vége. Gombocságyok látok, jó, ezt még én nézem, hát ha mi elrejtett gomb, de az olyan sok blokk nincs itt, hogy ne vegyem észre. Ja, szerintem ennyi. Majd panaszkodnak, hogyha nem. Jó, és most egy kicsit puskázom kell. Szóval ez volt Dave 016 és Gera 011 pályája. Rablás, az volt a cím, hogy rablás. Csináljunk mérleget? Nagyon megpróbálok így egy ilyen élő mérleget. Mi tetszett benne? Tetszett, hogy így ki volt dolgozva, tehát szépen meg volt építve a város. Ez tök jó volt. A térkép mellé is nagyon hasznos volt. A színezett szöveg megkönnyítette az olvasást. A történet nem volt valami új, sok perc láttam, mely a bankrablósat. Nem is adott hozzá igazából újat, tehát kiraboltuk, oké. Semmi különleges. Sok ilyen pályát láttam már, úgyhogy a történet az nem volt nagy, de a kidolgozás az tényleg tetszett. Mi volt még fura? Ja, időnként ez a... Hát egyrészt a bankrablás nem volt nekem teljesen logikus, hogy minek kell TNT, úgyis csatornán keresztül közlekedünk. Meg robbanás se volt, azt meg egy kicsit hiányoltam. Hogyha már megszereztem a TNT-t, akkor valami robbanást legyen. És mit akartam még? Ja, az a szöveg, igen, hogy két-három küldetések korábban mondja, hogy hová kell mennem, aztán simán elfejtettem. Mondjuk nem igazi negatívum végül is szólt, de...
Akkor csak így zárójelben szebb lett volna, hogyha van ott egy emlékeztető. És a másik pedig, hogy nem tudtam időnként, hogy hanyadik küldetés van, szóval szerintem azt kellett volna még valahova kiírni, hogy így tudjam nézni, hogy jó gombnál vagyok-e. Mondjuk ez is olyan zárójeles, szóval ilyen kényelmi dolog, de igazából nem igazi baki. Jó, akkor ez volt a rablás. A kézikönyv óvjon.